Jó napot kívánok, üdvözlöm önöket. Újabb súlyos megszorításokat vezet be az Orbán kormány január 1 -től. Ezúttal az autósokból akar több mint 150 milliárd forintot kipréselni Orbán Viktor azzal, hogy brutálisan megemeli az autópálya matricák árát, valamint fizetősé teszi a főváros körüli m 0 teljes vonalát és további gyorsforgalmi utakat. A Dobrev Klára vezette árnyék kormány szerint nem lehet további áremelésekkel és megszorításokkal terhelni az autósokat, hiszen januártól 41 forinttal emeli az Orbán kormány az üzemanyagok literenkénti árát. Orbán Viktort azonban nem érdekli a gürcölő magyarok megélhetési gondja, mert az áremelésekkel nagyobb adóbevételeket szedhet be az emberektől, a nagy olajvállalatok, mint például a MOL pedig még nagyobb profitot zsebelhetnek be. Ezek a megszólítások azonban súlyosan megterhelik a magyar családok kasszáját, hiszen rengeteg ember használja az áremeléssel sújtott strádákat munkába járásra, vagy a gyerekek iskolába szállítására. A Dobrev Klára vezette árnyékkormány kormány ezért szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után. Vállalati profit helyett európai fizetéseket, áremelések helyett béremeléseket, a nagyvállalatok és a milliárdos elit kiszolgálása helyett Igazságos Magyarországot akarunk. Az autópálya díjak emelése és a benzináremelés sajnos újabb lökést fog adni az Orbán inflációnak. Ugyanis ha nőnek a teherszállítás költségei, akkor nőni fog az általuk szállított termékek, például az élelmiszerek ára is. Vagyis végül a boltok pénztárainál fogjuk igazán érezni Orbán Viktor újabb megszorításait, amelyek addig nem fognak véget érni, amíg Orbán Viktor van. A megszorítások fokozzák a gazdasági válságot, ami csökkenti a magyar állam bevételeit, ami pedig újabb és újabb megszorításokhoz fog vezetni. A Dobrev Klára vezette árnyék szerint nem lehet tovább áremelésekkel és megszorításokkal terhelni az autósokat, hiszen januártól már így is 41 forinttal emeli az Orbán kormány az üzemanyagok literenkénti árát. Orbán Viktort azonban nem érdekli a gürcölő magyarok megélhetési gondja, mert az áremelésekkel nagyobb adóbevételeket szedhet be az emberektől. A nagy olajvállalatok, mint a MOL pedig még nagyobb profitot zsebelhetnek be. Ezek a megszorítások azonban súlyosan megterhelik a magyar családok kasszáját, hiszen, ahogy mondtam, rengeteg ember használja az áremeléssel sújtott strádákat munkába járásra, a gyerekek iskolába szállítására. A Dobrev klára vezette árnyék kormány tehát szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után. Vállalati profit helyett európai fizetéseket, áremelések helyett béremeléseket. A nagyvállalatok és a milliárdos elit kiszolgálása helyett pedig igazságos Magyarországot akarunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!